akinek ilyen szép festett fakerítése van otthon, az előbb-utóbb találkozik a problémával, hogy a festék elkezd lepattogzani, ugye idővel viseltessé válik a kerítés, elsősorban a hó, a jég, a napsütés tehet erről, de a jó hír az, hogy viszonylag gyorsan már felújítható ez az állapot. És még csak nem is kell profi szakembernek lennünk, mint amilyen Attila, de azért nem árt. Na, itt belül picit még rosszabb a helyzet. Minek köszönhet egyébként, hogy ilyenné válik egy fehér kerítés, de akármilyen szín is lehet? Hát a fő bűnös az az időjárási elemek. Tehát elsősorban itt a csapadékra kell gondolni, illetve hát az UV-sugárzásra. Tényleg az UV, igen. Az, ami tulajdonképpen kikezdi. És hát akármilyen alapos munkát végeztünk, akármennyire jó festéket használtunk, szinte biztos, hogy 4-5-6 évenként elérkezik az a pillanat, amikor azt mondhatjuk, hogy a kerítést az teljes egészében fel kell újítani. Hát ezzel alatt azt értem, hogy a fafelületet teljes egészében be kell csiszolni, illetve a tartószerkezetet is. És akkor nézzük a kerítés felújítás lépéseit. Tehát mindenkit arra szeretnék bátorítani, hogy azt a logikai lépéssorozatot kövesse, hogy a kerítés léceket, azokat hagyja fönn a tartószerkezeten. Ennek az az oka, hogy itt sokkal könnyebben bánunk az anyaggal, jobban készre áll. De valaki ezt leszedi, és akkor egy asztalon, akkor leszedni. Be lehetne ezeket tulajdonképpen fogni egyesével egy munkapadba, és gyönyörűen meg lehetne csiszolni, de nagyon-nagyon körülményes. Én azt szoktam javasolni, hogy maradjon fönn a tartószerkezeten, csiszoljuk be mind a két felét, illetve a belső éleket, majd utána vegyük le, egy betonfelületre ki lehet teríteni, és azokat a kis csíkokat, amiket takart előtte a tartószerkezet, azokat már utólagosan pár perc alatt be lehet csiszolni. És akkor ezzel a fa szerkezeti résznek a csiszolása tulajdonképpen kész is van. Azért sem kell leszedni a kerítés léceket, mert a gépre felhelyezik tépőzárral egy csiszolópapírt, és tulajdonképpen bármilyen részhez hozzáférek, és bármit meg tudok csiszolni. És akkor tényleg csak azt a részt kell majd külön, amikor leveszed, amikor már a lécek lent vannak, és akkor tulajdonképpen egy... kimarad ezzel. Így van a fémtartó szerkezetet. Csiszolás után jöhet az alapozás és a festés. Mi a helyzet a fém alkatrészeinkkel? A fém alkatrészeinket ugyanúgy be kell csiszolnunk. Ezt úgy hívják egyébként, amit én felraktam, hogy fazékkefe. Uh-huh. Ezzel a hát elég sprőd kis felülettel tudom megdolgozni majd a fémet, és hát ezt viszont teljesen tisztára kell csiszolnunk. Tehát itt semmi festékmaradék nem maradhat a fém felületen. De ezt már csak akkor, amikor leszedtem a fát? Ezt már csak akkor, amikor leszedted a fát, mert hogyha a legkisebb festékmaradék is itt marad a fémen, akkor tulajdonképpen hiába festjük meg az új réteggel, az egy fél év múlva fel fog hólyagosodni. Tehát itt nagyon-nagyon figyelni kell arra, hogy ezt tényleg teljesen makulátlanul tisztára le kell tudni csiszolni, és utána festető. Jöjjön akkor néhány fontos dolog az elhangzottakkal kapcsolatban. A leglényegesebb talán, hogy főleg az UV-sugárzás miatt ezeket a felújításokat azért 5-6 évente el kell végezni. Ami viszont megkönnyíti a helyzetünket, hogyha megfelelő szerszámot használunk, akkor a fa alkatrészeket gyakorlatilag le sem kell szedni a fém tartószerkezetről, és az is fontos, hogy ilyenkor egyúttal a fém tartószerkezet felújítását is érdemes elvégezni, ehhez pedig a legjobb, hogyha egy úgynevezett fazék-kefe csiszolófejet használunk.